2006, május 27, kis stadion, tankcsapda koncert, lekaut volt a felvezető zenekar, iszonyú jól éreztük magukat, hatalmas buli, majd meglátjátok, őrület volt. Sötét élek, minden fal, tele van minden a karcoddal, tele van minden a képével, tudom, miért összelem, hogy miért hozzám el. Halló, halló, Szabi vagyok, figyelj már, gyere már az öltözőbe, mert gyorsan csinál még egy két izét. És itt jön a kis csákorra, és most figyelj! Egyenesen a színpadról! Hello, szevasz, szia, csá! Kész vagyok! Na. Nem érted? Úgy elfáradtam ezen a bulin, hát minden bulin elfáradok, de most megint elfáradtam. Na. Kezeket fel! Mindjárt csípve melegít! Kezeket fel! Ezt figyelj! A feketekék alatt pont volt, én is néztem, bal oldalt előttem egy őrületes nagy verekedés volt, még a security is beugrottak a tömegbe. Nem is értem, hogy miért. Valami összekapott két csávó, és aztán a security-sok kifogták, aztán nem biztos kivitték, de ideig botrány volt, én nem is akartam oda nézni, hogy nagy itt Nem is akartam oda nézni, tudod, jó? Boldog vagyok, mert ezen a napon kaptam meg a hölgyeim és uraim. Azt hiszem lassan 13 évet kellett erre várni. Megjelent a első lemezünknek a CD verziója, illetve a DVD verziója, ami azt akarja itt képekkel és mozgóképpel prezentálnom nektek. Megjelent ez a gyönyörű lemez. Nagyon boldogok vagyunk. Megjelent a feketekék újra kiadott verziója, újra masterizált, erős, mint az állat, nagyon dögösen szól. Rajta van még pluszba két VHS anyag is, ami annak idején csak szalagon jelent meg. Mind a kettő az Andris Laci csinált, a második szülinapi koncertünk az E-klubban, és az Út című videókazettánk megjelent most már végre DVD, úgyhogy digitalizáltuk az egészet, és úgyhogy mindenki tökéletes minőségben megtekinteti. És az Útnak a dupla bővített verziója van, ami annak idején 2 órás volt, az első 5 év. Egészen a Petőfi csarnokos ezüstkötet lemezben mutató és 5 éves jubileumi koncertünk, ami a Pecsába volt. Őrület. Nézzetek meg a kezdetektől egészen az első 5 évig a Blackoutnak a kis történetét, a bevezető sztorikat.
Megtanultad, soha véget nem érjük körmondatokat mondani. És egyszerre mindent elmondok egy mondatba, tudod? Egy mondatba az egész forint. Igen, mert régen arról szóltak a műsorok, hogy nem lehet kevés az idő, és akkor mindent el kell mondani. Gyorsan, mert utána jön más is. Köszönöm!